mihez van joga a munkáltatónak és mihez nincs, milyen kérdésekre terjed ki a kollektív szerződés és miket szabályozza a jog is külön. Ezekre a kérdésekre kapnak választ jogászoktól a Dél-Dunántúli régió szakszervezeti titkárai a kétnapos konferencia alatt. A rendezvénynek az a célja, hogy a szakszervezeti titkárainkat a régión belül felkészítsük a mindennapi problémákra, képzésekkel ezen a képzésen keresztül. Ugyanúgy itt az alapszervezetek működésétől kezdve a munkatörvénykönyvén keresztül a napi teendőkig erre próbáljuk felkészíteni a szakszervezeti titkárainkat. A tanácskozás témái között kiemelt helyen szerepel a munkatörvénykönyvének módosító javaslata. Eszerint évente akár 400 óra túlórára is kötelezhetőek lennének a munkavállalók, az ezért járó bér kifizetésével pedig nagyon sokat, akár 3 évet is várhatnának a munkáltatók. A szakszervezetek szerint ilyen mértékű joghátrány évtizedek óta nem érte a magyar munkavállalókat. A 400 óra túlóra nagyon kibővíti, gyakorlatilag 6 naposát teszi a munkaheteket. A 36 havi munkaidőkeretről pedig csak annyit tudnék mondani, hogy ki szeretné úgy élni az életét, hogy az esetleges túlórákra járó plusz bevételt csak 3 év múlva kapja meg. Én úgy gondolom, hogy van miről beszélni. A módosító elfogadására december 12-én kerülhet sor. A szakszervezetek az azt követő napokra már most országos útlezárásokkal és tüntetéssorozattal készülnek.